Szeretettel köszöntünk mindenkit az online meetupnak ezen a felvételes újabb külön kiadásán, ahol Igor volt olyan kedves, és a múltkor időhiányában elmaradt részeit bepótolja a file formátumok előadásnak, így teljes képet kaphatunk, illetve fölteszem az akkor összegyűlt kérdéseket, és hozzáteszem azokat, amik bennem felmerültek. Köszönjük, Igor, hogy visszajöttél, tied a terep! Sziasztok! Én köszönöm, hogy még valaki hallgatja ezt a hosszú előadás kiegészítését. Nem sok maradt egyébként ki, azokon most remélhetőleg gyorsan végigmegyünk. Kezdeném is a szöveges objektumokkal. A modern nyelvszerkesztőkben már mindegyikben van szövegkezelés, ugyanis a nyelvokra alkatrész sorszámozásokat, alkatrészneveket minimum fel szeretnénk írni festékkel, de néha más rétegekre is mindenféle szövegeket szoktunk írni. Egy szöveges objektumhoz, amit mindenki meg szokott adni, az a szöveges objektum elhelyezkedése a nyákon, a mérete valamilyen mértékegységben. Mivel ezek elég sűrűre szoktak kijönni, ezek a rétegek, ezért gyakori, hogy el kell forgatnunk a szövegeket, legalább 90 fokonként. Úgyhogy ezt is szokás megadni, és nyilván a szöveget, mint stringet, amit ki kell írni. Kevésbé adja magát, de néha tükrözni is kell, ugyanis az elterjedt export formátumokban a nyákokat, azokat tipikusan úgy adjuk meg, minthogyha fölülnézetből röntgen felvételt készítenénk és átlátnánk a nyákon, tehát az alsó rétegeket nem úgy írjuk le, mintha megfordítottuk volna a nyákot és normálisan látnánk, hanem úgy, mintha fölülről átlátszó lenne a nyák és úgy látnánk. Tehát amit alulra kell írni szöveget, azt tükrözve kell a file formátumba kimenteni. Ezért szükség van arra sokszor, hogy a szöveget valamilyen tengely mentén meg tudjuk tükrözni. Ugye ez tetszőleges, hogy melyik tengely mentén tükrözzük. Vannak is olyan programok, amiknek van kitüktetett tengely, és csak egy tengely mentén tudnak szöveget tükrözni. Ugyanis, hogyha a kedvenc tengelyünk mentén tükrözzük a szöveget, és még 180 fokkal elfordítjuk, azzal pont ugyanazt az eredményt kapjuk, hogyha nem követtünk el mindenféle kerekítési hibát, mint hogyha a másik tengely mentén tükröztük volna. Ami már ritkább, az az, hogy a szövegeket, azokat adott esetben lehet rendezni jobbra vagy balra. Ugye ezt különböző szövegszerkesztőkben megszokhattuk, különböző Office programokban. Jobbra rendezés, balra rendezés, középre rendezés vagy sorkihúzott. Különösen, hogyha többsoros szövegről van szó, akkor lehet ez érdekes, mert akkor ugye soronként kicsit másképp néz ki. Rajzoltam két példát, ezek egysoros szövegek. Hogyha csak egysoros szövegünk van, akkor elvileg elég lenne az, hogy azt mondom, hogy például a szöveg befoglaló dobozának a bal alsó sarka az a szöveg, az a pontja a szöveg objektumnak, ami az originje, tehát a 0-0 pontja, és akkor ezt, ennek a koordinátáit adom meg, mint szövegpozíciót. És hogyha azt szeretném, mint felhasználó, hogy mondjuk a jobb oldala a szövegnek érintkezzen valamivel, akkor egyszerűen arrébb húzom annyival. Sok program egyébként ezért nem is implementálja a szövegrendezés, mert ez általában elég szokott lenni. Ez ugye kényelmetlen akkor, hogyha középre rendezett szöveget szeretnék, úgy, hogy később szerkesztem a szöveget, és például hosszabbá válik a szöveg. Akkor, hogyha volt olyan opcióm, hogy szövegrendezést kérjek, akkor automata középre rendezve tud maradni a szöveg. Ha nem volt olyan opció, akkor minden szöveghoz változásra nekem kell kézzel rendezgetnem. Mivel itt vektorgrafikus szerkesztőről beszélünk, ezért nem csak viszintes rendezés szokott lenni, hanem amelyik támogatja a viszintes rendezést, az tipikusan a függőleges rendezést is támogatja. Az már ritkább, hogy többsoros szöveget támogatnak, ennek ellenére, hogy a viszintes rendezésnél főleg akkor jönnek ki az előnyök, hogyha többsoros szövegünk van. Ennek egyébként valószínűleg az az oka, hogy nyákon kevesebb gyakorlati alkalmazása van a többsorosnak, de van olyan formátum, ami támogatja. Érdekes kérdés, hogy milyen mértékegységben adjuk meg a méretét a szövegünknek, és ez kapcsolódik ahhoz, hogy hol tároljuk a fontot, milyen fontot használunk föl. Alapvetően két választási lehetőség van, vagy kitalálunk egy saját fontkészletet, és azt tároljuk akár a nyák, együtt, a nyelvfájával együtt, vagy külső forrásból például TrueType fontot használunk. A döntésben az is beleszámít, ami egy másik fontos tulajdonság, másik fontos döntési kérdés, hogy
Középvonalát adunk meg a fonthoz, ezt stroke fontnak szokták hívni, vagy a körvonalával írjuk le a fontot, ezt outline fontnak szoktuk hívni. Itt látható ugyanaz az i-betűszerű képződmény a két megadással. A középvonalas megadásnál a piros vonalakat adom meg, és megadok hozzá vastagságot. Ugye itt az i-betűnek a függőleges része, a függőleges vonala sokkal vastagabb, mint a viszintes vonalai. Ez a fajta megadás, ez például nyáktervezésnél azért nagyon előnyös, mert a hagyományos technikával, például fotoplotterrel sokkal olcsóbban ki lehet rajzolni, mint egy körvonalas megadástól egy poligonnak a körvonalát építve tulajdonképpen. Vagy hogyha ki kell marnunk ezt, például ez egy kivágás a nyákon, akkor ott is a szerszámnak klasszikusan szeretjük a középvonalat megadni a szerszámútnak. Ezzel szemben például a TrueType font azt szereti a körvonalat megadni. Ez már egy ok, ami miatt nagyon sok program inkább saját fontkészletet definiál, mert akkor garantálható a középvonalos megadás. Az, hogy beépített vagy külső legyen, annak pedig az a nagy jelentősége, hogy nem biztos, hogy a külső font az egészen pontosan ugyanaz a font van meg különböző gépeken, ahol a nyákot megnyitjuk. Ennek azért lehet jelentősége, mert adott esetben részrétegre is szeretnék szövegeket írni, és ott, hogyha nem sikerül nanométerre pontosan ugyanazt renderelnem, azért, mert egy másik gépen egy picit eltérő verziója van mondjuk ugyanannak a TrueType fontnak, akkor előfordulhat, hogy ez okoz majd zárlatot, vagy éppen ez szakít meg hálózatot. Úgyhogy nem szeretünk kockáztatni. Ennek ellenére láttam már sajnos olyan programot, ami mást rajzolt képernyőre, mint fájba. Például azt mondta, hogy képernyőre TrueType fonttal rajzolt, aki ugyanazt a szöveget, mert legyen szép, viszont amikor Gerberbe kellett exportálni, akkor meg hirtelen saját beépített fontot kezdett használni, amiből az jött ki, hogy aki tesztfájlokat rajzolt nekem abban a fájlformátumban, azzal a programmal, az például nem tudott könnyen olyan tesztfájlt létrehozni, mint amilyeneket itt rajzoltam, hogy egy ilyen körvonalat adott, rajzolta a szöveg köré, beleírta a szöveget úgy, hogy pontosan illeszkedjen és exportálta, mert a saját programján belül az export, a Gerber export nem ugyanúgy nézett ki, mint a monitor rajzott, mert egy más fontot használ. Na ez egy elrettentő rossz példa, azért a legtöbb program az konzisztens tud maradni, és a programok többsége, amit én láttam, az inkább saját fontot használ. A font renderelés, vagy inkább a betöltés különböző programok közötti kommunikációban azért is nagyon nehéz, mert ugye sokan használnak egyedi fontokat, amit nem tudunk reprodukálni. Tehát valójában az a feladat, hogy az eredeti program valamilyen fontkészlettel az adott méret meg az adott pozíciót valahogy értelmezve kirajzolta a szöveget, és a jó sűrű nyákrajzon azt a szöveget a felhasználó szépen betuningolta kézzel úgy, hogy éppen minden elfér, és nekem úgy kell megnyitnom egy másik programba, hogy ne legyen az, hogy akkor egy nagy katyfasz kapok, és minden egymásra róg. Erre elég nehéz jó megoldást adni, ami nekem a PCB R&D-ben most beválni látszik, az egy olyan trade-off, hogy az eredeti formátumnak az adatmodelljében megpróbálom kiszámolni, hogy az ottani ismert fontkészlettel mekkorára jön neki az a font, és egy ilyen bounding boxot számolok hozzá. Hogyha van azon a formátumon alignment, akkor kiszámolom azt is, hogy a bounding boxon belül hol van az a pont, aminél fogva le akarja majd rakni a nyákra, vagy az adatmodellbe a szöveget, és mikor ez mind megvan, akkor térek át a PCB R&D saját adatmodelljére, és erre van egy függvényem, ami egy ilyen dobozzal megadott szöveget tud lerakni. Most ez azért trade-off, mert így viszont nem lehet garantálni, hogy két hasonló szöveg, amire ugyanazt a méretet adta meg a felhasználó, az majd a betöltés után tényleg pontosan ugyanolyan méretű lesz, mert hogy mind a kettőre az lesz mondva, hogy abban a bounding boxban, ami az eredeti fontkészlettel, az eredeti programban sejtett bounding box, én abba fogom átszámolni az én fontommal a megjelenített szöveget. Tehát a szöveg végül ugyanott lesz, mint az eredetiben volt, és ugyanakkor a helyet fog elfoglalni, viszont lehet, hogy néhány százalékkal az ugyanakkorának gondolt szövegek betűmérete eltér. A következő ilyen, nem kéne, hogy nehéz legyen, de mégis nehéz probléma az a poligonok rajzolása. Poligonokat, azokat sokféle dologra használunk egy nyákon. Az egyik legelterjedtebb
felhasználása az az, hogy nagy felületeket kitöltünk. Például, amikor nyákokon földhálókat csinálunk, azokat szeretjük nem kis vékony vonalakból megrajzolni, hanem nagy, minél nagyobb felületű poligonokból rajzolni, ugyanis annak elektronikailag jobb frekvenciás nagysebességű digitális bordok esetén. Sokfajta módon lehet megközelíteni ezt a problémát. Az egyik klasszikus megközelítés az az, hogy alapvetően minden objektum pozitív rajzolású, tehát a poligonokat is, a sokszögeket is pozitívba lerajzolom és kész. Ennek voltak különböző hátrányai, főleg a korai nyákgyártásban, abban az esetben, hogyha alapvetően telibe filezett réteget csináltam, és abból vágtam ki kis helyeket, kis részeket, ahol néhány drót ment át, meg néhány via, néhány fülatnak a helye volt csak meg. Ezt az eredeti fotoplotteres nyákgyártási eljárásnál nagyon-nagyon sok idő volt berendelni. Ezért kitalálták még abban az időszakban, és ez az, amit a Gerber is támogat, viszont mára már viszonylag kevés program támogatja szerkesztési szinten, hogy lehet negatív réteget készíteni és negatívan rajzolni, ami azt jelenti, hogy alapvetően ki van töltve rézzel az egész réteg, és én inkább azt rajzolom meg, nem a poligont rajzolom meg, hanem azt a kivágást rajzolom meg, hogy hol ne legyen poligon, hogy hol ne legyen réz. Egy érdekes köztes eset az, ami mind a kettőnél előfordul, hogy mi van akkor, hogyha most illetve kezdve áttérek a pozitív rajzolás feltételezésére, mert úgy könnyebb mindent elképzelni, hogyha van egy ilyen poligonom, itt az a jobb oldali rész, ez ugye egy darab poligon, ami tömör. De a bal oldalin látható, hogy van olyan poligon, ahol például ilyen háromszög alakú kivágás van benne. Hogyan tároljam az ilyen kivágásokat? Erre többfajta megoldás létezik. Az egyik viszonylag könnyű megoldás, ami adja magát, az az, hogy a poligon részévé teszem, a poligon ráírás részévé teszem. Tehát azt mondom, hogy a poligonnak van egy kontúrja, ami a külső kontúrja, ez mondjuk a nulladik kontúr, és utána minden további kontúr, az már ilyen belső kontúr, tehát kivágás megadás. Ugye ez a jobb oldali poligon, ez azt jelenti, hogy egy darab nullás kontúrja van, ami a körvonalát adta meg, a bal oldalinál pedig van egy nullás, ami megadta a körvonalát. Ezzel pozitívan létrehoztam egy poligont, és utána van még kettő, ami a háromszög meg a négyszög alakú kivágást valósítja meg, és hát itt ez egy kis csalás, hogy ez már egy másik poligon objektum, ami itt aztán még egyszer pozitívként szerepel benne, ami ebben a modellben megint csak kettő körvonallal rendelkezik, egy külső háromszög alakú, valami pozitív háromszög keletkezik, és egy belső kivágással, amitől egy negatív négyszög keletkezik. Ennek a módszernek az az előnye, hogyha ez itt most a szerkesztő program lenne, akkor ha az egérrel megfognám ezt a poligont és arrébb raknám, akkor ugye ezt a belső külön poligont kivéve, a háromszög alakú kivágás, meg a négyszög alakú kivágás, az együtt mozogna a poligonomban. Tehát úgy tekinthetem, hogy van egy poligonom, amiben kivágások vannak. A hátránya viszont az, hogyha egy ilyen kivágást szeretnék készíteni, mint amit itt láttok, az tulajdonképpen egy olyan kivágás, tekinthetem úgy, hogy egy olyan kivágás, ami kettő poligonból is vág ki. Na most ebben a modellben, ahol minden poligonnak saját kivágásai vannak, ilyet egyszer nem tudok rajzolni, olyat tudok rajzolni, hogy ebből is kivágok egy darabot, meg aztán később a másikból is kivágok egy darabot. Ezért aztán van egy olyan megközelítés is, egy teljesen más megközelítés, ami azt mondja, hogy minden dolognak egy kontúrja van, a poligonnak is egy kontúrja van, viszont van pozitív poligon, meg van negatív poligon, tehát van rajzoló poligon, meg van kivágó poligon, és ezek egymástól függetlenek. A kivágó poligont ugyanúgy megrajzolom, és amilyen poligon alá esett, abból mind kivágott. Ugye, hogyha ugyanezt a rajzot szeretném megcsinálni, akkor ez azt jelenti, hogy először rajzolok két ilyen nagyobb, bonyolult, alakulnak nem nevezhető négyszögletes poligon, és utána egy ilyen kisebb négyszögletes kivágást rakok rá, aztán lerakok egy háromszög alakú kivágást, aztán lerakok megint egy négyszög alakú kivágást, és akkor itt már látszik is, hogy hol kezd bonyolodni a probléma, hogy hirtelen már állapotos lesz a rendszer, ugyanis nem mindegy, hogy milyen sorrendben rajzolom le ezeket a dolgokat, mert hogyha lerajzolom a kis belső háromszög alakú poligont, akkor emlékeznem kell, hogy ezt olyan sorrendben kell megrendelnem, hogy először ezt a pozitívat, aztán majd egy külön kivágás objektumot, és majd aztán kell rendelnem a háromszög alakú pozitívat, mert ha nem ilyen sorrendben csinálom, akkor egyszerűen elfedheti például, és kivághatja az egész háromszög alakút.
mindkettő modellre van példa, mindkettőnek vannak előnyei, hátrányai. Nyilván egy ilyen egymástól független, általános negatív rajzolósnak van olyan hátránya, hogyha itt megragadom ezt a poligont és arrébb rakom, akkor nem megy vele a kivágás, mert az egy tőle független negatív rajzolt poligon. Viszont ha már tudok negatív rajzolni, akkor nem kell feltétlenül itt megállnom, és akkor lehet, hogy el lehet az egész poligon kivágós dologtól vonatkoztatni. És mondhatom azt is, hogy valójában inkább rétegeket kéne definiálnom, olyanokat, ami pozitív rajzolós réteg, vagy negatív rajzolós réteg. Itt láttok rá egy példát, ahol egy pozitív rajzolós rétegen rajzoltam egy körívet, egy jó vastag körívet, és utána egy negatív rajzolós rétegen fölötte rajzoltam egy szöveget, egy blokk feliratú szöveget, amit, hogyha összekombinálok, akkor szépen kijön az, mint hogyha kivágtam volna, amit poligonnal nem tudok megcsinálni, mert ugye se a körív nem igazi poligon, azt nagyon melós lenne megrajzolni, szöveget aztán még inkább melós lenne, mint poligon kivágásokat megrajzolni. Ebben a modellben annyi egyszerűsítés van még, hogy elég csak a rétegek, a DR-ek sorrendjét jól renderálnom, és azzal már a jó egymás fölöttiség is kiadódik. Ezt a modellt viszonylag kevesen támogatják, vicces módon a Gerber például ilyen modellben gondolkozik, tehát amit aztán a végén a nyággyártásra küldünk formátum, az ezt a modellt támogatja alapvetően. Vannak még elég rossz példák, hogy poligonokból mit lehet kihozni. Amiről eddig beszéltem, az mindig úgy nézett, hogy a poligon az csak simán egy sokszög, és semmilyen mellékhatása nincsen. Sajnos például a KiCad az nem így modellezi a poligonokat, hanem úgy modellezi, hogy a poligonokat azokat összeköti ilyen felruházott tulajdonságokkal, ugyanis gyakran vannak olyan feladatok, például ilyen keep-out zónok, amikor azt mondja a tervező, hogy itt van egy olyan zóna anyákon, ahova nem szeretném, hogyha alkatrész kerülne, vagy nem szeretném, ha rész kerülne, és az is tulajdonképpen ilyen sokszög területnek, poligonnak tekinthető. Úgyhogy ott azt találták ki adatmodellnek, hogy alapvetően ilyen zónák vannak, amikre utólag meg lehet mondani egyébként, hogy legyenek kitöltve vagy ne. Így viszont ilyen egyszerű kitöltött alakzatokat tök nehéz rajzolni, mert rögtön mindig zónákat kell készíteni, ahol mindenféle dolgokat meg kell adni, és az a fájlformátumban is ilyen viszonylag bonyodalmas mellékhatásokkal rendelkező zónaként jelentkezik. Még egy bonyolítás lehetséges, én itt az eddigi példákhoz a legegyszerűbbet választottam, a legegyszerűbb poligon körvonal leírás, ami abból áll, hogy vonalak vannak egymás után, és ezek valahogy egy zárt burkot alkotnak, ugye erről egy korábbi szlájdon még az előző részben volt szó. Ehhez képest ugye nem tudnám szépen leírni ezt poligonnal, ezt az esetet, ahol egy körében van, hanem ilyen vonal közelítéssel, sok kis vonalszakasz kéne leírnom. Ezért ehhez képest sokan azt választják, sok program, hogy lehet körív is a poligon leírásában, sőt, vannak olyan programok, amik azt választják, hogy ez a leírás körvonal, ez nem nulla szélességű feltétlenül, hanem adhatok neki egy valamilyen szélességet, és akkor egy kör alakú tollal van körülrajzolva az egész, ami tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy annyival ducibb lesz a poligonon, mint amilyen széles volt a vonal, és a sarkokban ugye mindenhol automata lekerekítés adódik. Tehát igazából csak egy kis bonyolítás, hogyha már körívet tudtam rajzolni. Olyan bonyolítás, ami a felhasználói felületen adott esetben egyszerűsít, viszont az adatmodellben meg a betölthetőségben abban egyáltalán nem. Kicsit más téma, ugye itt a végére már ezek a random perem feltételek gyűltek össze. Beszéltem sokat az előző előadáson arról, hogy hogyan lehet footprinteket, tehát alkatrészek alá lerakandó, ismétlődő mintákat rajzolni és azokat kezelni. Viszont ott egy csomó ilyen kicsinek, meg egyszerűnek tudó peremfeltételt nem fejtettem ki, és sajnos ezekből adódik nagyon sok komplikáció. Mit kell elraknom mindenképpen egy ilyen subcircuithez, ugye ez egy ilyen objektum csoport, amit például footprintként használhatok. Hasonlóan a texthez el kell raknom azt, hogy ő belül, a csoporton belül hol gondolja, hogy a nulla-nulla koordinátája van, tehát mihez képest vannak a csoporttagok megadva. A lerakásnál el kell raknom nyilván, hogy hova raktam le ezt a pontot. El kell raknom, hogy van-e elforgatás, valamilyen elforgatás, valahány fokos elforgatás. El kell raknom, hogy a bordnak melyik oldalára raktam le, és itt kezd bonyolodni a probléma, ugyanis, hogyha egy alkatrészt raktam le, az a legtöbb egyszerűen gyártott nyelk esetén, vagy a felső, vagy az alsó oldalon van.
De ma már lehet olyan nyákokat gyártani, ahol bizonyos rétegeken nagy kivágások találhatóak, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a nyák belsejébe például ide is rakhatnék alkatrészt, hogyha itt a felső réteg ki lenne a két viak között vágva egy ilyen nagy ablakkal, akkor ide beforraszthatnék alkatrészt alulra. Aminek lehet olyan előnye, hogyha magas az alkatrészem, akkor legalább annyival lejjebb került, és egyéb mindenféle trükköket lehet ezzel csinálni. Tehát nem annyira egyértelmű, hogy csak a felső vagy csak az alsó rétegre kerülhet alkatrész a mai világban már. De ami ennél még izgalmasabb az az, hogy mi van akkor, hogyha egy sok rétegű boardra szeretnék tervezni például egy ilyen footprintet, egy ilyen alkatrész leírást úgy, vagy akár egy újrahasznosítható ilyen kis részáramkör, hogy annak különböző rétegeket kell címeznie. Mondhatnám azt, ugye visszautalva itt a korábbi fix réteg leírásra, hogy egyszerűen a rétegeknek az ID-jait eltárolom, hogy én szeretném ezt az egyes számú rétegre, a kettes számúra, vagy a hármas számúra rajzolni ezeket az objektumokat a csoportomon belül, de akkor nem lesz újra használható ez a csoportom, mert hogyha egy másik nyákon más darabszámú rétegen van, vagy egyszerűen ugyanolyan darabszámú, de máshogy beszámozott rétegen van, akkor rögtön minden eltörik. Ezért azok a programok, amik nem fixen bedrótozott réteg felépítéssel dolgoznak, hanem dinamikus réteg felépítéssel, azoknak a csoportokra valamilyen bonyolultabb leírást kell kitalálniuk, méghozzá olyat, ahol inkább egy receptet lehet leírni arra, hogy hogyan találja meg a csoport azokat a rétegeket, ahova az adott objektumokat föl kell rakni. Ez a recept kicsit bonyolultabbul hangzik, mint amilyen a valóságban. Amit én a PCB R&D-ben, mivel ott ugye nem fix réteg leírásom van, kitaláltam, az egyszerűen annyi, hogy meg lehet mondani, hogy föntről vagy lentről hányadik rézréteg vagy valamilyen típusú rétegre menjen. Nyilván a föntről nulladik az azt jelenti, hogy maga a felső réteg, és ezt ugye típussal összekötve azt jelenti, hogyha mégis több felirat rétegen van, több festék rétegen van, akkor azokat is trükkökbe tudok címezni. Ráadásul a gyakorlatban nem válik sokkal bonyolultabb a leírás, mert a gyakorlatban az esetek 99%-ában csak azt akarjuk leírni, hogy a felső réteg rész, felső réteg festék, felső réteg forrasztásgátlólag. Tehát általában mindig a nulladik rétegre szeretnénk hivatkozni. Néha az alsó rétegre is szeretnénk, de ott is tipikusan a nulladik rétegre szeretnénk hivatkozni, és teljesül az az alapszabály, amit én szoktam nagyon szeretni, hogy csak a bonyolultabb esetekben válik bonyolultabbá a felhasználói felület meg a leírás, azaz az eset, amikor ilyen köztes rétegeket is beszeretnénk címezni. Valójában egy kicsit itt még hazudtam, mert igazából nem azt írom le, hogy a felső vagy az alsó réteg, mert emlékezzünk rá, hogy a végén akarhatunk olyat, hogy a másik oldalra rakni az alkatrészt. Ezért valójában az a terminológia, hogy az elsődleges réteg, tehát ahova raktam az alkatrészt, ami hogyha föntre raktam, akkor felső réteg, hogyha lentre raktam, akkor alsó réteg, vagy a másodlagos oldal, vagy a másodlagos réteg, ami meg ennek az ellentét rétege. Végül az utolsó ilyen kis trükk, amit sajnos nagyon sok programben néz tulajdonképpen, amit eddig láttam, az mind úgy indult, hogy rosszul csinálta a 80-as, 90-es években, és utána vagy továbbra is rosszul csinálta a 2000-es években, és a 2010-es években jött rá, hogy ezt másképp kéne, vagy már a 2000-esben rájöttek, vagy sőt, némelyik már a 90-es években rájött, hogy ez rosszul van csinálva, mégpedig a patch stack. Itt egy PCB R&D-ből OpenSCAD-be exportált rendert, mármint az OpenSCAD-re renderelt 3D-s nyákot, kis nyákocskát mutatok, ami meg lehet mutatni az összes előfordulását annak a dolognak, ami elsőre nem biztos, hogy összeáll a tervező, a programozó fejében egy objektummal, ezért is volt az, hogy ezt nagyon sokan, vagy a legtöbben külön objektumként kezelték. Ugye itt látható a legegyszerűbb az a via, ez szinte mindig kör alakú rész szokott lenni, benne egy furattal, ezt arra használjuk, hogy a felső rétegen futó vezetéket átvezessük az alsó rétegre, amit most nem látszik, de nyilván ez a hátsó oldalon folytatódik valamerre. Egy másiknak tűnő objektum az az alkatrész láb, ami furat szerelt alkatrész, itt például egy ilyen egypines csatlakozó van, ahol éppen általában az első pint azt úgy szoktuk jelölni csatlakozóknál, meg más ilyen furat szerelt alkatrészeknél, hogy nem kör alakú rezet rakunk a furat köré, hanem szögleteset, és nincsen rajta forrasztásgátló lak, ugye ezért más a színe itt a résznek, mint itt.
Ugyanis, hogy VR-ra viszonylag ritkán akarunk forrasztani bármit, ide viszont mindig rá akarjuk az alkatrészlábát forrasztani. Ezért ez már kapásból más esetnek tűnik. És akkor a harmadik, ami aztán meg végképp más esetnek szokott tűnni, az a felületszerelt alkatrésznek a pedje. Itt látható egy kisebb ped, itt látható egy nagyobb ped, ami lehet szögletes, lehet kerek, akár másmilyen alakú is, nincs benne furat, nincs rajta a forrasztásgátlónak, mert hogy forrasztani szeretnék hozzá, ráadásul a forrasztanyagot másképp visszük fel, és azt is meg kell általában rajzolni, az itt ezen a rendben nem látszik. Ezért ez egy harmadik esetnek tűnik. Miközben valójában ezek ugyanazok az eseteknek, vagy ugyanannak az esetnek különböző pici módosított megjelenései, és ezt az esetet hívjuk igazából PET-nek. És mostanában már a modern programok, most már akiket is eljutott odáig, hogy PET-ként ábrázolja ezeket. A PET-nek az egy olyan modell, ami tulajdonképpen egy objektumcsoport, ami megadja rétegenként, hogy milyen alapú rezet kell odarakni. Ugye, hogyha jó a rétegmodell, akkor rétegként értelmezhető az, hogy milyen alapú forrasztásgátló kivágást kell, ha egyáltalán kell, vagy milyen alapú pasztát kell, ugye ez a forrasztanyag felvitel. És hogyha jól csináltuk a PET-stackünket, azért hívják stacknek, mert hogy ez a réteg stack, a layer stackben a különböző rétegekhez adja ezt meg. Nyilván egy olyan rétegfelépítésnél, ami teljesen fixen bedrótozott a programban, ahol ilyen fix réteg ID-k vannak, ott könnyű a PET-nek a dolga is, mert egyszerűen minden layer ID-hoz megadja, hogy ott mit kell rajta csinálni. Viszont a flexibiliseknél ott ugyanúgy, mint ahogy a subcircuitnél az általános csoportmodellnél láttuk, kell valami fajta receptet mondani, hogy össze lehessen párosítani, mert adott esetben egy VR-nak, vagy egy alkatrész, egy felületszerelt alkatrészlábnak két rétegű, négy rétegű, nyolc rétegű, akárhány rétegű is működnie kell, úgyhogy ott valamilyen recept leírást kell használni. Felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi a különbség e között a PET-stack leírás között, meg az általános csoport leírás a subcircuit között, mert mind a kettő arról szól, hogy különböző objektumokat, különböző rétegeken adott esetben valamilyen recepttel rétegekre kötve adunk meg, és utána azokat egybe tudjuk mozgatni, meg egybe tudjuk kezelni. A különbség az, hogy programozói szempontból nem jó ötlet PET-stacket behozni, mert hát, hogyha jól csináltam meg a csoport objektumomat, akkor nyilván ezt az esetet is tudja kezelni. Viszont felhasználói felület, meg felhasználói szemszögből annyira gyakran előforduló esetek ezek a viák, meg alkatrészlábak, meg pedek, hogy sokkal könnyebb úgy kezelni, kevés kattintásból, kevés felhasználói felület nyesztergetésből megoldani, hogyha ha van rá speciális objektum. Tehát itt az szokott lenni a kompromisszum, hogy inkább picit redundáns az adatmodell, és ezt meg én is bevállaltam, hogy tulajdonképpen kétfajta csoporttal rendelkezik az adatmodell, hogy erre lehessen speciális GUI-kat csinálni. És hát ennyi volt, köszönöm szépen a figyelmet. Itt megadtam még a végére néhány URL-t, meg elérhetőséget, plusz majd akkor Dénettel egyeztetve a szlájdoknak az URL-jét is ki fogjuk rakni a videók alá, meg ennek az egész előadásnak van egy hosszabb írásos anyaga is, ahol körülbelül ugyanezeket a témákat, némelyiket még kicsit jobban kifejtve, példákkal, még több példával alátámasztva egy ilyen cikkszerűen angol nyelven elolvashatok. Nagyon köszönjük mi is akkor ezt az előadásnak a befejezését, illetve hát kiteljesítését. Ja, szóval köszönjük, és akkor nekem van itt pár kérdésem fölírva, amiket akkor elkezdenék szépen feltenni. Hát egyrészt az elején mondtad, tehát most ugye gyakorlatilag lineárisan mennék újra az elejétől. Az elején mondtad ugye, hogy lehet különböző low-level file formátumokat kitalálni. Hát ott ugye a Hacker News a tipikus példája annak, ahol a websitek elkezdenek egymás nyakának esni, hogy tulajdonképpen én még lejjebb mondanám, hogy maga a szerializációs réteg, hogy most oké, hogy fát írsz mondjuk le, de hogy az protobuffal, azt cborral, azt ASN1-el, akármivel ebből olyan sokáig tudnak flame-elni, úgyhogy tulajdonképpen a legtöbb ugyanazt nyújtja. De igen, tehát gyakorlatilag anélkül, hogy bármi nemű érvet tudnának fölözni, ettől miért lesz jó a formátumnak ez? Igen. Ugye erre próbáltam példát mutatni, hogy
A legtöbb ugyanazt gyújtja, a jók azok ugyanazt gyújtják, a teljesen általános fát, de azért érdemes nagyon óvatosan megnézni, vagy nagyon részletesen megnézni, mert néha előfordul, hogy első ránézése általános fának tűnik, mint mondjuk az XML esetében, és utána kiderül, hogy na jó, de azért mondjuk hash-t azt nem rakhatsz akárhova, meg listát nem rakhatsz akárhova, tehát annyi igazuk lehet azoknak, akik az egyiket vagy a másikat védik, hogy egy adott alkalmazásra előfordulhat, hogy az egyik egy egész picit jobb, mint a másik. Abszolút, csak a Hacker News az nem erről szokott szólni. Az nem, én arra próbálok mindig rávilágítani, hogy ne ezekből a berögződésekből vagy előítéletekből induljunk ki, hanem legelőször nézzük meg a feladatot, mert tehát ne fordítva jöjjünk a lovon, legelőször nézzük meg, hogy mi a feladat, és hogyha semmilyen file formátumunk még nincsen, hanem csak a feladatot elnézve találjuk, hogy az miben, tehát milyen elméleti rendszerben lenne a legjobb tárolni, és aztán ahhoz válasszuk ki azt, ami a legkevesebb kompromisszummal jár. Ja, de akkor nem lehetne azt mondani, hogy én most valójában szeretném ezt kipróbálni. Lásd, még az OpenSSL egy abból indult a projekt, hogy a srác szerette volna kipróbálni, hogy milyen megoldani azt a feladatot, hogy nagy számokat kezeljünk C-ből. Kipróbálni ki lehet, tehát én a fast prototypingot szeretem, csak aztán nem érdemes hozzá ragaszkodni. Na most egy ilyen EDA programnál, vagy bármilyen CAD programnál annyi nehézsége szokott ennek lenni, hogy vagy eleve nagy az adatmodell, én ezt mondjuk próbáltam PCB-rendébe szándékosan olyan kicsire szedni, amennyire csak lehet, vagy ha nem is nagy az adatmodell, írdatlan mennyiségű peren feltétel van, ugye a magas szekcióban, a high level szekcióban főleg ilyenekről beszéltem iszonyú hosszan, ezért nem annyira olcsó prototípus csinálni, olyat, ami meg tudsz tényleges példákat mutatni. Úgyhogy könnyű abba a hibába beleesni, hogy mondjuk több heti vagy hónapi munkával megcsinálod azt a prototípust, ami már tényleg tudja ábrázolni azt az adatmodellt körülbelül, amit szeretnél, és utána már csak azért az a file formátum marad, mert már abba iszonyú sok energiát belefektettél. Úgyhogy én azért mondom, hogy érdemes azért ezt előre picit a peremfeltételek, a file formátumnak a lehetőségének a peremfeltételei felül is átgondolni, mielőtt akár az első prototípus megírja az ember. Ja, és utána jött az, hogy Exchange file formátumokról beszéltél, amiket ugye nem a natív, hanem arra használunk, hogy cseréljünk adatot különböző implementációk között. Ott nekem még az merült föl, hogy ugye ott van egy olyan vonzata is a dolognak, hogy adott esetben az Exchange-nek egy még specializáltabb változata az archiválásra alkalmas formátum, hogy 15 generációnyi szoftver technológiával később is könnyen lehessen parszolni, és anélkül, hogy akár meg lenne az eredeti forráskód, mert ugye ez volt is ilyen, amikor például még újságcikk is volt róla, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok közül valamelyik előásott egy régi szallagot, amit ki tudja, milyen géppel írtak, és akkor itt még bonyolította az is, hogy nyilván titkos adatok voltak rajta, és azt visszanyerni, és kiolvasni, és parszolni. Ugyanezek a problémáink meg lesznek 20-30 év múlva, és csak akkor még komplexebb formátumokkal. Igen, ugye ennél a slide-nál próbáltam ezt valamennyire kiemelni, hogy én a portolást azt egy sokkal általánosabb kontextusban szoktam használni, mint kifejezést, és én a portolásba azt is beleértem, hogy legalább előrefele időben, de néha azt is, hogy visszafele időben mennyire portolható. Ugye egy file formátum esetén, hogyha most nem kódokról beszélünk, hanem csak file formátumokról, akkor az egyik garanciája annak, hogy időben is portolhatóvá tud tenni, meg egy időn belül különböző rendszerek meg programok között az, hogyha egyszerű. És szerintem egy ilyen Exchange formátumnál a legjobb védekezés az ellen, amit mondtál, hogy 15 év múlva már senki ne értse, ez ellen a probléma ellen az, hogyha olyan egyszerű, szándékosan, tudatosan olyan egyszerűre tervezi az ember, amennyire csak lehet, meg az akkor is, hogyha a bizonyos kompromisszumokkal jár. Ami persze azt is jelenti, hogyha egy 15 évre elarchiváltad, akkor 15 év múlva nem veszteségmentesen kaptad vissza ilyen értelemben, de legalább visszakaptad valamennyire. Na most a visszafele portolhatóság időben az egy még izgalmasabb kérdés. A legtöbb program az azt szokta tudni,
hogy különböző régi fájlformátumokat betölt, és az új, a legújabbat, vagy az új 1-2-t tudja írni, viszont például olyat nagyon kevés program szokott tudni, hogy az összes régi verzióját a fájlformátumnak tudja írni. Ami azért releváns kérdés, mert előfordulhat, hogy egy csapatban dolgozok különböző emberekkel, akik különböző okoknál fogva, ugye, hogyha nem nyílt forráskódú programról van szó, például a licenszelés az egy elég erős ok szokott lenni, nem tudják a legújabb verzióját használni a programnak, és gondban vagy akkor, hogyha te meg akár éppen a licenszelés miatt rákényszerültél a legújabbat használni, és a kettő között már nincsen közös fájlformátum, mert a legújabb már nem tud annyira régibe menteni, amit még a régibe tud tölteni. És itt ugyanez jön elő, hogyha bonyolult a fájlformátumod, ami egy exchange formátumnál kifejezetten rossz, akkor nem tudsz könnyen olyan kódot írni, amivel adott esetben régi fájlformátum verziókat tudsz menteni, mert annyit változik egy bonyolult fájlformátum, sokkal többet tud változni, mint egy egyszerű fájlformátum. Na igen, és itt most akkor bejön az, hogy a kedvencem az, amit használnak is fontos dolgokra a PDF, de közben egyszerre bináris is, text is, és jó bonyolult is. Most nem látjátok az arcomat, mert nem sikerült beüzemelni a kamerát, elég fájdalmas grimaszokat láttam a PDF említésénél. Aztán az előadásban nem szőttem bele, de sajnos azért találkoztam vele. Ugye, mint export formátum merül fel elsőre a PCBRND kapcsán, és az egyik ilyen kritikus pont az pont ez, amit itt mutattam a poligonokkal, hogy tudsz-e kényelmesen olyan rajzolást csinálni, hogy rajzolsz kicsit pozitívan, aztán rárajzolsz kicsit negatívan, aztán megint kicsit pozitívan, és hát a PDF-ben például ilyet csak iszonyú kínszenvedések árán lehet, ha egyáltalán. Annak ellenére, hogy egy akkora űrhajó formátum, hogy szerintem lehetetlen rá olyan megjelenítőt csinálni, ami tényleg korrektan az összes hülyeséget meg tudja jeleníteni. Ennek ellenére egyszerűen kimarad belőle ez a dolog, hogy tudja törölni. Van például egy olyan rendszer benne, hogy különböző logikai műveleteket tudsz definiálni arra, hogy amikor egymásra rajzolsz két dolgot, akkor az hogy nézzen ki, és ilyen írtatlan méretű, ilyen enszerennes mátrixban adják meg a példákat különböző leírások, hogyha különböző kombinációit ezeknek a logikai műveleteknek használod, akkor a színkeverés, mert ez ilyen színkeverési kérdés, az hogy jön ki, és egyetlen egy dolog hiányzik abból a táblázatból, az az, hogy valamilyen színnel lerajzoltam, és nem valami más színnel akarok rárajzolni, hanem törölni akarok abból a dologból, amit oda rajzoltam, az nincs benne, azt nem lehet vele megcsinálni. Ja, és akkor ha a PDF-ről beszélünk, akkor nem árt megemlíteni a PostScriptet is, ami meg egyenesen ugye Turing teljes, és ehhez kicsit kapcsolódva Stefán kérdezte is, hogy az említett fájlformátumok közül vannak-e olyanok, amik önmagukban belül tartalmazhatnak skripteket, vagy bizonyos operációkat, például ismételj meg valamit X alkalommal? Hát, ez egy elég érdekes kérdés. A legtöbb fájlformátumunk, amit viszonylag könnyű kezelni, meg szóval egy idő után ezeket a tanácsokat, amiket itt adtam, erre más emberek is jutottak. És ez egy bonyolítás, tehát hogyha kell interpretert írnod, hogyha kell tudnod ciklusokat futtatni, stacket üzemeltetni, stb., azt egyrészt nagyon nehéz jól implementálni, nagyon nehéz úgy implementálni, hogy nanométerre ugyanazt kapjad különböző helyeken, tehát ez már eleve egy kockázat, amit nem szeretünk bevállalni. Másrészt meg valójában nem nyersz vele annyira sokat ebben az alkalmazásban, mert viszonylag kevés tényleg ismétlődő dolog van, mert még az is, ami ismétlődőnek látszik, igazából az is olyan, hogy na jó, de lokálisan rajzolhatsz bele valami kis eltérés, mert ott azon az egy helyen éppen úgy tűnik, hogy okos ötletnek tűnik, hogy ott mégis egy kicsit másmilyen legyen. Úgyhogy az a válaszom, hogy a legtöbb formátumban nem, a legtöbb formátumban egyszerű buta leírás van, bele vannak vágva az objektumok és kész, viszont pont a kritikus formátumban, például Gerberben, ugye az azért kritikusabb a többinél, mert azt adod oda a nyelvgyártónak, ahol eleve, tehát az egy ilyen szűk keresztmetszet az egészben, hogy az információelemlés szempontjából, tehát te nem tudod, hogy ők milyen eszközökkel dolgoznak, milyen szerszámaik vannak, és milyen technológiával fogják elkészíteni a nyelvkódot, ők meg nem értik, hogy mit csinál a kapcsolásod, és ennek ellenére a kettő közötti kommunikációban
van a Gerber, ahol lehet makrókat definiálni, ahol irdatlan mennyiségű belső állapot, és egyébként lehet loopokat csinálni. Na, az egy tanulságos eset, azt röviden elmesélem. Gerberben nem úgy csinálták meg a loopokat, mint mondjuk PS-be vagy bármi másba, hogy egy általános infrastruktúrát adtak rá, hanem azt mondták, hogy van egy olyan speciális eset, hogy nem egy nyákot, vagy nem egy példány, hogy átad a nyákot tipikusan, tehát itt én tervezek egy ilyen tenyérnyi nyákot, akkor azt nem úgy gyártják, hogy fognak egy tenyérnyi nyákot, és akkor arra az egész gépsort beállítják és legyártják, hanem tipikusan úgy gyártanak nyákot, hogy ilyen nagy lepedőnyi, ilyen tényleg több négyzetméternyi nyák lemezekből indulnak ki, és arra összemontírozzák, ezt panelizálásnak hívják, összepanelizálnak egy csomó nyákot, vagy csomó ilyen kis tervet, hogyha tömeggyártás van, például ilyen számítógép alaplapokat, meg okostelefon alaplapokat gyártanak, akkor nyilván ugyanabból raknak fel irdatlan mennyiséget, akár szabályos mátrixban, és ez az iparban egy gyakran előforduló probléma emiatt, ezért a Gerber formátumban kitaláltak egy speciális loop. Hát nem tudom, operátornak sem nagyon nevezném, az egy elég ilyen félre sikerült formátum, hát egy ilyen loop dolgot, ami erre az egy dologra jó, hogy egy ilyen bonyolult valami rajzot többször egy ilyen mátrixba ki tud rajzolni. És annyira bonyolultra sikerült ennek a dolognak a leírása, annak ellenére, hogy ezt az egy dolgot tudja, annyira ingoványos az egész, hogy nagyon kevés olyan Gerber nézegetőt láttam, ami ezt támogatja egyáltalán. Tehát annyira nem sikerült ennek elterjednie a Gerberen belül, viszont például a makróknak, amivel ilyen ismétlődő kis objektumokat leírsz, azt meg kénytelen vagy használni, mert egy csomó helyen meg egyszerűen elkerülhetetlen, hogy úgy csinálja meg dolgokat. Úgyhogy igen, van sajnos ilyen, nem annyira szeretem én, legalábbis sok problémát okoz. Illetve akkor a kicsit megint az alacsony szintű textformátumokra visszatérve, volt az, hogy például soralapú formátumokat említetted, erre én akkor felhoznám, hogy mi a véleményed az ilyesmiről, amikor mondjuk ott van a CSV file, hogy milyen jó, hogy abban lehet kvázi szabványosan vinni táblázatos jellegű adatot, bár már is elkezdenek emberek vitatkozni, hogy akkor vesző vagy pontos vesző, vagy tabulátor. Na de akkor sortörést akarsz belerakni, akkor eljutunk oda, amit te is mondtál, hogy most akkor hogyan escape-elsz és hogyan nem. Igen, igen. Hát van olyan alkalmazás, amire az a formátum, hogy én is szoktam használni azt a formátumot. Ilyen nyák leírás, vagy nyáka kapcsolatos leírásoknál is van olyan alkalmazás, ahova az jó, például ha szeretnéd megadni, pick and place-nek hívják, amikor ilyen automata beültetőgéppel az alkatrészeket fölpakolják az elkészült nyákra. Ott tulajdonképpen az a feladat, hogy meg kell mondani, hogy milyen típusú alkatrészt, milyen pozícióra, milyen elforgatással kell odarakni. Na most az tényleg egy ilyen táblázatszerű leírás, tehát ott nem lehet izgalmakra számítani. Arra adott esetben lehet elég egy ilyen CSV-szerű leírás, és ott tehát az annyira egyszerű feladat, hogy ott nem nagyon jelentkeznek ezek, hogy de mi van, hogyha pontos vesző van, vagy az elválasztód van az alkatrész nevében. Hát kell rá gondolni persze, de ott még adott esetben az is egy elfogadható megoldás, hogy ezt egyszerűen kitiltod, és azt mondod, hogy akkor hibát adsz, és nem generálod a fájt, új shot meg aztán végképp kitilthatod belőle. Azt próbáltam, nem tudom mennyire jött át, de végig az egész előadásban azt próbáltam súlykolni, hogy nincsen egy jó megoldás, hanem az adott feladathoz kell illeszni. Tehát először jó meg kell érteni, hogy mi a feladat, azt hol akarod használni ezt a dolgot, amit megpróbálsz megvalósítani, ott milyen esetek fordulhatnak elő, milyen kompromisszumokat kell vagy lehet kötni, és akkor ahhoz érdemes egy fájlformátumot választani. Tehát mondjuk nekem az jobban fáj, hogyha egy ilyen pick and place-ből valami rohadt bonyolult ilyen XML sémás, DTD-s kilométer hosszú űrhajót csinálnak, mint hogyha ott egy CSV-t, viszont ugyanígy fáj, hogyha ha mondjuk egy ilyen nyákrajzot, egy igazi nyákrajzot, ahol aztán akarod tudni a részleteket, meg a metaadatokat, azt megpróbálsz CSV-ben elsütni. Illetve ha már az XML-t említetted, akkor jöhet az is, amikor az Apache-nak a konfigurációs fájlformátuma ugye ilyen XML-szerű szekciókat tartalmaz, de közben meg azon belül egy sima plaintext config file. Igen, ez pontosan
az a limitációból, azokból a limitációkból jön ki, amiket mondtam az okos fájlformátum választásról, hogy az az egyik tünet, hogyha van egy fájlformátumod, és a fájlformátumon belül kell újabb fájlformátumocskákat, vagy legalábbis ilyen bonyolult mezőformátumokat kitalálnod, az egy jó indikáció szokott arra lenni, hogy az a feladat, amit van, ahhoz nem a jó fájlformátumot választottad ki keret fájlformátumnak. Ilyet én is láttam sajnos az iparban is, repülés szimulációban is láttam ilyeneket, ahol adott esetben egy ilyen keret fájlformátumon belül még akár nem is egy, hanem 4-5-6 fajta ilyen kis fájlformátum tenyészet jött létre. Illetve mondtad, hogy vannak ugye akkor az ilyen key value jellegű megoldások, és vannak, ahol pozicionális, tehát csak fel vannak sorolva Igen. mezők, és akkor nem lehet akárhova tenni. Én hozzátenném, én munkámnál fogva találkoztam néhány pénzügyi, banki, hitelintézeti rendszerrel. És mondanám, hogy irigyellek, de nem. Igen, tehát ott is vannak fáj formátumok, és ott van egy még durvább, nem tudom, ilyennel találkoztál-e EDA kategóriában, ahol nem csak a pozíciója számít, hanem ki kell peddelni szóközökkel, tehát ilyen... Persze, erre meg példát is mutattam, ez a Fortranos, pont a pozicionálisnál volt ez például az IPCD 356, ez a lyukkártyás lyukszalagos időkből. Igen. Na, az átutalásaid is részben ilyeneken mennek néhol keresztül. Tehát azok is elég régről, tehát nem biztos, hogy a mostani implementáció régi, de a szabványok meg a kitalálmányok azok valószínűleg elég régiek, úgyhogy nem annyira lát meg. Szerintem egyébként minden olyan iparágban találkozhatsz ilyen fájlformátumokkal, low-level fájlformátumokkal, amiket mondjuk már a 60-as években is műveltek. Tehát például a 3D játékgrafikában valószínűleg nem fogsz ezzel találkozni, de pusztán azért, mert az még a 60-as években nem volt nagyon elterjedt. Na igen, meg aztán mondtad ugye, hogy akkor vagy építhetsz laposat, vagy építhetsz fát, vagy megpróbálhatsz fát emulálni hivatkozásokkal, és... Vagy alapszámokkal. Igen, és Stefán itt egyrészt írta, hogy akkor ha flat alap és raksz bele hivatkozást, akkor a rekurzió az... Az jogos, én nekem az a tapasztalatom, hogy nem tudsz saját magadra hivatkozni pusztán azért, mert ezek nagyon kötött fájlformátumok. Tehát nem arról van szó, hogy általában van egy hivatkozásod, ami bármire mutathat, hanem arról van szó, hogy van egy objektumod, amiben van egy mező, amiről tudod egészen pontosan, hogy milyen konkrét másik típusú objektumra kell majd mutatnia, és az a konkrét másik típusú, tehát mondjuk a külső volt az A típusú, az mutatott annak az egyik mező egy B típusúra, akkor az egész úgy van meg tervezve, ugye ez a típusú rendszernek hívhatjuk egy kicsit ilyen elkalandozva, hogy a B-típusúnak nem lesz olyan mezője, ami A-típusúra tud hivatkozni, de alapvetően nem azért, mert okos volt, aki kitalálta a fájlformátumot, hanem azért, mert maga a feladat ilyen. Tehát van például egy nyákod, amire le akarsz rakni footprinteket, akkor a nyák az adott esetben hivatkozhat footprintekre, de egy footprinten belül nem fogsz nyákhivatkozást csinálni, mert annak egyszerűen a feladat szempontjából nincsen értelme, hogy egy footprintbe becsomagolsz egy egész nyákot. Illetve akkor van az is, hogy nekem volt szükségem arra, hogy leírjak komplex szűrési feltételeket, amiben azt szerettem volna, hogyha bizonyos feltételeket tetszőleges mértékig lehet egymásba ágyazni, és vagy kapcsolatokkal, hogy tényleg ne Igen. vegyem el a felhasználótól a lehetőséget, mert ez ilyen power usereknek tervezett program volt, és ott például én nagyon nehezen találtam olyan formát, hogy nyilván írhatok egy saját DSL-t, meg ahhoz parsert, meg kutyafülét, amihez aztán mindenki másnak írni kell egy szerializátort, ha esetleg géppel akarja feldolgozni, és borzasztó, hogy nem nagyon találtam rá formátumot, végül a YAML jött elő, ami meg ilyen apróságokat tud, hogy például nem escape-eli, vagy nincsenek string határolók, ezért például, mivel azt használja a true-false helyett elfogadja a yes-no-t is, ezért tipikusan azt szokták emberek, hogyha YAML-ben elkezdenek országokat felsorolni a kétbetűs ISO rövidítéseikkel, akkor Norvégiánál hirtelen egy false kerül bele a rendszerbe. Hát igen, ez egy nehéz probléma. Én itt ketté választanám a dolgokat. Nem tudom, látszik egyébként most a
Látszik, látszik. Szuper. És a betű is olvasható? Remélem. Igen. Szóval erre mindjárt mutatok itt akkor példát. Én ketté választanám teljesen úgy, hogy vannak alapvetően adatok, amiket le akarunk írni, és abban én nem szívesen kevernék bele programozást. Ez ugye kicsit kapcsolódik az előtti kérdéshez, hogy lehet-e ciklusokat írni, meg rekurzió az előzőhöz is, hogy Igen, igen, valahol tényleg a kód és az adat közt. Kód, adat és konfiguráció hármasának a különböző metszetei és nem igen, igen, metszetei. igen, igen. Hát ugye én szeretem ezeket eléggé szétválasztani, és nem keverni, mert abból bonyodalom jön ki. Amikről ugye az előadásban beszéltem, azok szigorúan adatok voltak, tehát ott fel sem merült, hogy kód kerüljön bele. Tehát azoknál az eseteknél, hogyha az cél, hogy egyszerű legyen a kimenet, és könnyen lehessen, vagy egyáltalán legyen reményre, hogy implementáljad, akkor nem merül fel az, hogy például ilyen PS csináljál belőle, hogy futtató környezetet is kelljen meg programot, tehát PostScriptet, hogy futtató környezetet meg programot kelljen köré szülni. Ha már felmerül, akkor hát akkor szerintem azt már buktat, tehát én azt nem annyira javaslom, viszont egy ettől több független, amit meg te legutóbb mondtál, hogy kereséseket kell tudni csinálni, én ezt nem keverném adattal. Arra kell egy lekérdező programozási nyelv, ami szerintem egy tök független dolog fájlformátumoktól, az egy programozási nyelv, azt be kell vallani. Tehát az egy jó első lépés, hogy az ember bevallja, hogy az egy programozási nyelv, mert hogyha bevallja, akkor normálisan lesz megtervezve. Ha nem vallja be, hogy programozási nyelv, akkor valami tákolás lesz a felhasználó barátságra hivatkozva, ami az elején még tényleg úgy tűnik, hogy egyszerű, mint hogyha programozási nyelvet csinált volna, de aztán, amikor jönnek a felhasználó igények, és ilyen rátákolásokkal lehet csak bonyolítani, mert nincsen egy jól kitalált erős programozási nyelv alapja, tehát egy nyelvi alapja a dolognak, akkor utólag az általában visszafelesül el, és inkább fájdalmassá válik az egész. Na most ebbe a problémába én is beleütköztem. Egyrészt a PCB R&D-be értelemszerűen, egyrészt szeretnél keresni egy nyelvrajzon, és hogy definiálod a keresést, mint olyat egy nyelvrajzon. Hogyha nem gondolod jól át, akkor ugye szövegkeresésként definiáld, és akkor szövegobjektumokon tudsz keresni, ilyen volt egyébként az örökölt implementációm. Ha viszont kicsit ügyesebben definiálod, akkor adott esetben a feladat, tehát hogyha elvonatkoztatsz a programozásra, ez mindig nagyon fontos szerintem, hogy érdemes kicsit elvonatkoztatni attól, hogy programozók vagyunk, és hogy mit akarunk beírni a kódba, és megnézni, hogy a felhasználó mit szeretne, tehát mi a felhasználónak a workflow-ja, mik azok a feladatok, amiket ő szeretne megoldani, és az egy teljesen reális felhasználói keresés, hogy keressük meg az olyan vonalakat, amik mondjuk rövidebbek, mint amilyen szélesek, vagy keressük meg az olyan vonalakat, amik hosszabbak 30 mm-nél, vagy 300 mm-nél, mert ott nyilván valami baj van, olyat nem akartam rajzolni. Egyébként tegyük hozzá, hogy amit most mondtál, hogy az ember ne akarja újra csinálni a programozói környezetet, erre még van is valamilyen tétel, most nem itt eszembe, a nevéhez köthető, hogy a minden programozó előbb-utóbb, ha kellően nagy programot csinál, akkor megpróbálja a saját fejlesztői környezetét újraimplementálni igen, szarul. Igen. Na, annak nem vagyok ellene, és erre fogok pont példát mutatni, hogy ilyen domain-specific language-eket csináljon az ember, tehát hogy adott feladatra találjon ki programozási nyelvet, viszont az pont ugye, hogy a fájlformátumnál is próbáltam ezt az ötletet vagy koncepciót átadni, hogy először gondoljuk át, hogy mi a feladat, és utána tudatosan arra tervezzünk valamit, és ennek mindkét irány része, hogy ne tervezzünk túl gyengét, amit utána már tákolással lehet csak a tényleges feladatokra alkalmassá tenni, de ne tervezzünk túl erőset is, ugye ez a PS, meg a kicsit a Gerbernek néhány feature-je is ilyen, hogy kicsit már átestek a lód túloldalára, és inkább nem kellett volna azokat a bonyolításokat belerakni. Tehát visszatérve a PCB R&D kereséshez, ott ez volt az egyik, hogy viszonylag bonyolult dolgokat akarsz tudni keresni, mint felhasználó, akár GUI-val megtámogatva. A másik szempont viszont az volt, hogy a nyelvtervezőkben kell tudnod csinálni DLC-t, az Design Rule Checker, ami azt jelenti, hogy egy szabályrendszer definiálsz arra,
hogy mi számít rossznak, amit hibáknak, olyan, mint mondjuk egy programozásban a kompiler által adott warningok, hogy le lehet fordítani, nem teljesen töröd, de azért úgy látszik, hogy gyanús az a dolog, és az ország nem úgy akartad, és ebből általában az, hogy megnézi a programozó, és akkor látja, hogy ilyet, ezt tényleg elrontottam, és ugyanez van a nyelvtervezésnél is, hogy szeretnél egy ilyen checket csináltatni a programoddal, ami ilyen warningokat kiad, amit utána vagy leokézol, hogy hát igen, ez furcsa, de ezt tényleg ezt akarom, vagy kijavítod. És amikor ezeken a dolgokon gondolkoztam, ilyen workflow irányból, meg ilyen nagyobb áttekintés irányából, akkor arra jöttem rá, hogy ez a két dolog ez ugyanaz. Tulajdonképpen egy DRC az arról szól, hogyha van egy jó nyelved, amin le tudod írni a keresést, akkor kereséseket akarsz csinálni, viszonylag könnyű a hibákat megfogalmazni. Annyit kell csak mondanod, hogy van két vonal, ami két objektum, ami, hogyha közelebb van egymáshoz ennyinél, és egyébként valami más tulajdonságokkal rendelkezik, például nem ugyanabban a hálózatban tartoznak, akkor az hiba. Tehát, hogyha csinálok egy olyan nyelvet, ami egy ilyen viszonylag egyszerű deklaratív nyelv, hogy ne neked kell ciklusokat írni, meg ne neked kell leírnod azt, hogy hogyan kell megtalálni ezeket az objektumokat, mert azt nehezebb leírni felhasználóként, hanem egy deklaratív nyelv, ahol leírod, hogy a hiba az úgy néz ki, hogy, és utána erre van valami hatékony kódom, ami végre tudja hajtani, és a nagy adatbázisban tulajdonképpen, ami az adatmodell hatékonyan tud keresni, akkor a keresést is megoldottam, és a DLC-t is megoldottam. És erre van egy nyelv, egy ilyen DSL, ami viszonylag egyszerű, viszonylag kicsi, viszonylag flexibilis, és kijött belőle a keresés is, meg a DLC is. Leírva egyébként úgy néz ki, például az van az egyik fajta formátumban, hogy Ez a rész itt a nyelv, és a körítés az, hogy csomagoltam be. Tehát itt azért előjön az, hogy a TEDx-ba, mint nyelv, belecsomagoltam egy másik nyelvet, ezt a scriptet, de itt nem lehetett volna megúszni, nem lehetett volna másképp eljárni. És változókat definiálok, és itt jön a deklaratív rész, ahol az az állításom, hogy amikor ez történik, hogy, és akkor itt egy olyasmi logikai kifejezést találhatom, mint amit te is említettél a te példádban, akkor azt számít meg egy hibának. Na most ugyanezt a dolgot be tudom csomagolni egy ilyen fa leíró formátumba, és itt mondjuk pont egy ilyen külső fájhivatkozásra csomagoltam be, úgyhogy ez nem volt annyira szerencsés példa. Itt látható, hogy itt is egy streamként megadtam azt a scriptet. Ugye ez ugyanaz a script, mint ami a másikban volt, tehát itt annyi létjogosultsága van annak, hogy különböző fájlformátumokba tudom becsomagolni, mert hogy maga az ellenőrző script az fájlformátum független dolog. Tehát itt a fájlformátum az tényleg csak egy transport körülötte. És akkor a gyakorlatban meg úgy néz ki, hogy lehet egy ilyen dialogboxot, ez az Advanced Search Dialogbox csinálni, ahol összetudja kattogtatni ezeket a feltételeket, meg logikai kifejezéseket a felhasználó. És mivel én nem szeretek zsákba macskát árulni, ezért az történik, hogy ezeket a logikai kifejezéseket meg is írja neked a program. Tehát rögtön látod, hogy az hogy néz neki, hogyha megtanulnád a nyelvet, és le kéne írnod. Ráadásul azt is megcsináltam, hogyha módosítod, tehát ez most nem tudom, mennyire működik, mert ez egy kevéssé tesztelt, igen, ez most nem működött, mert túl bonyolult megtalálta. Minden esetre viszonylag egyszerű kifejezéseknél működik az, hogyha te módosítod a szöveges leírást, a program leírást, akkor abból vissza tudja csinálni a bulit is. És ez mit jelent, hogy túl bonyolultnak találja? Ez valószínűleg egy hiba, ez egy olyan rész, ami kevés tesztelést kapott még, mert viszonylag új. Valami hülyeség van, hogy túl sok a zárójel. Ugye azon, hogy egy akármilyen kifejezést, egy akármilyen GUI-vel nehéz átalakítani, a GUI-ra vannak bizonyos limitációk, hogy például az egyik limitáció, hogy ilyen egy sorban vagy kifejezés, tehát vagyjal vannak kifejezések, és utána ezek a sorok vannak összeíselve, és ezt nem tudod máshogy csinálni. Ez ugye erre vannak ilyen matematikák, hogy ezzel már igazából mindent le tudsz írni, és nincs arra szükséged, hogy kevergesd, és nyilván csak olyat fog tudni visszaalakítani, ami ennek a feltételnek megfelel. Hát szép. Ebben nem érjünk el, az a lényeg, hogy ha jól megtervezed a nyelvet, akkor lehet hozzá viszonylag könnyű újit csinálni, utána lehet többfajta dologra is használni, és egészen komplikáltnak tűnő dolgokat le tudunk vele írni, amiből simán kijött az, hogy most a
a szabad szoftveres piacon a PCB R&D-nek van talán a legflexibilisebb ilyen DLC ellenőrzője, mert hogy a legtöbb másik program az ugye C-be, C++-ba, Python-ba, vagy amiben éppen szeretik csinálni, ott le kell, hogy írják az algoritmusokat, hogy hogy kell ellenőrizni. Nálunk meg konkrétan egy viszonylag egyszerűen megtanulható nyelv van rá, amihez ilyen GUI támogatással interaktívan ki tudod próbálni a darabkákat ilyen kereséssel, kivilágítja neked a képernyőn oda-vissza, stb. Tehát egész könnyen meg tudod tanulni a nyelvet, és te, mint felhasználó, a saját warning ellenőrzési szabályaidat le tudod deklaratívan írni. Jó, akkor úgy látom, hogy már alapvetően csak egy kérdéskör maradt. Stefán vetette föl, nem tudom, neked a langszek az mond-e valamit. Nem sokat foglalkoztam vele, hallottam már róla. Igen, tehát amikor azt közelítjük, hogy egyáltalán ilyen nyelvelméleti szempontból hogyan lehet már abból következtetéseket levonni az implementációk biztonságára, hogy milyen jellegű a nyelvnek a logikája, miket engedhet meg szerkezetileg, és mit nem. És ő azt említette, Stefán, hogy úgy alapjában, amennyit hallott az előadásból, nem nagyon hallott hivatkozást arra, hogy a defenzív tervezés ebben hol jelenne meg, ami ugye főleg import-exportnál kérdéses, hogy egy mai világban, amikor emberek küldözgetnek egymásnak mindenféle védtelen csatornákon ilyen formátumokat, akkor van-e olyan, aminél úgy érződne, hogy figyeltek arra, hogy ne tudjál rosszat csinálni azzal, hogy te szándékosan olyan fájlt készítesz, ami betöltődéskor rosszat művel? Igen, ez egy teljesen jogos kérdés. Egyrészt ugye belefutottunk abba a problémába, ami tervezett probléma volt, tehát amikor előtte beszélgettünk az előadás szerkezetről, akkor pont megjelöltem, hogy idáig akarok eljutni az alapelőadásba, de belefutottunk abba, hogy hát ez egy elég nagy témakör, és semennyi idő sem elég rá, hogy rendesen minden beleférjen. Ezért vannak dolgok, amiket tudatosan kihagytam, mert még így is, hogy ez a néhány dolog, amit be akartam venni, még így is nagyon nagyra hízott az egész. Úgyhogy az ilyen biztonsági szempontokat, azokat kénytelen voltam kihagyni, egy csomó más dolgot is kénytelen voltam egyébként kihagyni. De akkor így utólag térjünk rá vissza. Az egyik megjegyzésem az ezzel kapcsolatban, hogy amellett, hogy teljesen jogos felvetés, a legtöbb nyelvünk, ami hogyha ezeket programozási nyelvnek, ugye vehetjük gyakorlatilag ilyen deklaratív programozási nyelvnek ezeket a felformátumokat jó közelítéssel, vagy valamilyen elhanyagolással, ezeknél annyira korlátozottak a lehetőségeid, hogy programszerű dolgokat nem tudsz leírni, tehát nem tudsz ciklus csinálni, nem tudsz ugrásokat csinálni, stb., akkor abból már egy csomó ilyen langszeg problémát, valószínűleg ez már önmagában kijut. Azért persze egy csomó izgalmas kérdés van a koordináták szintaktikáival, a túl nagy számokkal, a túl hosszú stringeket, tehát sok ilyen izgalmas kérdés merül fel. De várjál, tehát a langszeg az kifejezetten arra megy rá, amit te is mondasz, hogy kifejezetten csak deklaratív dolgok, tehát hálózati protokollokban, meg fájlokban szerializált adatok, hogy például nem mindegy, hogy azt mondod, hogy amit te is mondtál például a stringekre, hogy van valami határolójel, ameddig olvasod, versus igen, ilyen TLV jellegű prefixelt hosszú vagy dolgok, amiből a heartbleed is jött. Vagy ha nincs is határolójel, akkor legalább vannak valami hossz limitek például, és akkor el tudod dobni az egészet, hogyha várod a határolót, de eljut hamarabb a hossz limit, akkor tudod, hogy az egész felinvalid. Ez teljesen valid. Erről egyébként egy kevés szó volt, csak nem biztonsági összefüggésben, hogyha sor alapú fájlt tervezel, akkor ugye a sor alapú az implicit azt jelenti, hogy a C-ben gondolkozunk, hogy FGAT-sel akarod beolvasni. Vagy hogyha bármilyen programozási nyelvben gondolkozol, azért szeretsz sor alaput tervezni, mert az garantált, hogy minden létező programozási nyelven könnyű beolvasni. Igen. Szoktak lenni apikra, meg ugye tudod debugolni egy texteditorral, ami szintén soronként szedi szét. Ahhoz mondjuk nem kéne, hogy sor alapú legyen. Tehát texteditora sok minden más is, például az én texteditorom egy ilyen curly brace-esnél meg tudja mutatni, hogy a záróhoz melyik nyitó tartozik. Tehát ma már nem akkora nagy probléma a texteditornál, de egy csomó más szempontból ugye ez jó, hogy sor alapú, de csak akkor, én csak akkor hívom sor alapúnak, hogyha a specifikációban volt sorhossz limit. Ha nincs sorhossz limit a specifikációban, akkor nem sor alapú, mert valójában nem tudod soronként beolvasni, mert nem tudod, hogy mekkora sort kell, mekkora buffert kell allokálnod. Hát vagy nem allokálgatsz, hanem mmap-et használsz. Ezen olyan szempontból nem segít, hogy
végül valahova raknod kell, tehát egyel később kell ezzel foglalkoznod, és akkor marad sor alapú valami, hogyha fix hosszakat tudtál rá mondani. Egyébként ilyen végtelenül növő dologgá válik, amikor mindenképpen normálisan kell tokenizálnod, akkor nem úszod meg. Az tök mindegy, hogy MF-vel olvastad végig karakterenként a tokenizálóhoz, vagy GCH-val. Tehát a nagy különbség az az, hogy volt-e rá limited, és tudtál előre tervezni hosszakra, vagy nem volt limited. Jó, hát akkor én nekem nincs több kérdésem. Nem tudom, te még hozzáfűznél-e valamit? Köszönöm, jó kérdések voltak. Nem szívesen fűznek hozzá, mert nyilván végtelen hosszan tudnék még róla beszélni, csak az már senki nem hallgatná meg. Jó, hát akkor nagyon szépen köszönjük Igornak, hogy ismét velünk volt, ráadásul... Köszönöm a lehetőséget. Így van, nagyon örülünk, hogy tudtad még bővíteni az ismereteinket, és akkor... Találkozunk szerintem még a további meetupokon. Köszönjük azoknak, akik még ezt a kiegészítést is végignézték, és remélhetőleg akkor egy élőadáson ismét találkozunk. Sziasztok!